A tárgyalóasztal mellett vette kezdetét Ormán Attilának, a Tolna megyei közgyűlés alelnökének és Bozsarik Róbert polgármesternek találkozója. A Tolna megyei közgyűlés Tolna 109 elnevezésű projektjének előkészítése zajlik, ennek keretében látogatott el a megyei vezető bátaszékre, ahol a fejlesztési lehetőségekről és a további közös projektekről szerzett információkat. A legfontosabb terület a gazdaságfejlesztés, ezért folytatódott a vizit a nemrégiben átadott agrárlogisztikai központnál, ahol az objektum átadása csak a fejlesztés első állomása volt. Ormán Attila azt mondta, a helyiek elképzeléseire épülve kívánják kialakítani a végleges koncepciót. Általában fejlesztések kapcsán szoktunk rövid, közép és hosszú távú fejlesztésekről beszélni, vagy egyáltalán tervezésről, és az ipari parkok és az ipari létesítményeket úgy nézzük, úgy tekintjük, hogy mindenképpen beillenek a hosszú távú tervezések és fejlesztések kategóriájában, hiszen arra kell gondoljunk, hogy a városok és a települések 10-15 év távlatában is fenntarthatóság és fejlődés szempontjából meg kell álljanak, és én mindig, mint a saját házunk táján is törekszünk arra, hogy akár az önállátóság vagy az önellátás felé irányuljunk. Egy városnak is kell arra gondolnia, és egy településnek, hogy a jövőben akár önállátó legyen, tehát a saját bevételeiből is tudja az intézményeit működtetni, tudjon működni, és akár tudjon fejleszteni is. Tehát mindenképpen ezt látom a jövőnek, és minden olyan gondolkodást és tevékenységet, ami erre mutat, ezt 100%-osan tudjuk támogatni. Én azt gondolom, hogy az elmúlt önkormányzati ciklusban egy igen jó együttműködést alakítottunk ki a Tolna megyei önkormányzattal, melynek köszönhető, hogy elkészült Mátaszéken egy 6 hektáros terület ipari alapinfrastruktúrája, és elkészült egy agrárlogisztikai központ, ami mezőgazdasági vállalkozások számára ad lehetőséget arra, hogy termékeikkel kedvezőbb feltételek között tudjanak a piacon megjelenni. De ez valóban csak egy mérföldkő ebben a folyamatban, hiszen nagyon-nagyon fontos számunkra, hogy ezt a folyamatot tovább tudjuk fejleszteni. Egyrészt ezt a területet további alapinfrastruktúrával tudjuk ellátni, annak érdekében, hogy egyrészt a meglévő vállalkozások ide tudjanak települni, újak tudjanak létrejönni, új munkahelyek tudjanak létesülni, családok számára tudjunk megélhetési lehetőséget biztosítani, és emellett gyakorlatilag a városnak a működéséhez szükséges és fejlesztéséhez szükséges forrásokat stabilizálni tudjuk, hiszen minden település számára, egy Mátaszék számára is azt lehet mondani, hogy a legstabilabb bevételi lehetőség az a helyi adóbevételek. És egy jól működő gazdasági háttér van Mátaszéken, amely ez a feltételeket mi megyei önkormányzat segítségével tudjuk biztosítani, az egy stabilabb bevételi forrást tud biztosítani, ami egy kiszámíthatóbb városfejlesztési lehetőséget, egy kiszámíthatóbb városi létet tud majd biztosítani Mátaszék számára. Egyik állomása ez, hogy ez az ipari park tovább tudjon fejlődni. Megy egy koordinációs tevékenységet kell végezzen a megyei szinten, hogy meglássa, hogy az egyes megyében lévő beruházások úgy valósuljanak meg, hogy abból minél többen profitáljanak, és például, hogyha most a paksi beruházást nézzük, ami bizony megyei szempontból kiemelkedő lesz az elkövetkező években, arra kell törekedjünk, hogy éppen ennek kapcsán, ahogy miniszter úr is nagyon gyakran szokta említeni, ne csak Paks, hanem az egész megye, sőt a megyén túl még maga a régió is fejlődjön. Bozsarik Róbert a megyei turisztikai fejlesztési elképzelésekhez kötődően egy kerékpárút kiépítésének tervét tárta a megyei közgyűlés alelnökén elé. Kiemelt programunknak vagy feladatunknak tekinthetjük, és azt gondolom, hogy ez összecseng a megyével, hogy kerékpárút hálózat fejlesztése is jó lenne és szükséges lenne. Erre a lehetőségek és adottságaink is megvannak.
hiszen például néhány évvel ezelőtt bezárásra került Bátaszék és Pécsvárada összekötő vasúti útvonal, ami tökéletesen alkalmas lehetne egy kerékpárhálózatnak a létrehozására. Fontos lenne, hogy a megyeszékhely kerékpáron is összeköttetésbe kerüljön adott esetben Bátaszékkel. Ez is egy nagyon fontos kapcsolódási lehetőség lenne, de a megye másik irányában, vagy a megyével szomszédos Bács megyével is jó lenne összekötni ugyanezt a lehetőséget, hiszen Baja és a Duna közönsége egy fontos turisztikai összekötő erő is lehetne. Orbán Attila véleménye szerint a megye identitása szempontjából is fontos, hogy az emberek jól érezzék magukat a lakhelyükön, ezért szükséges ilyen irányú fejlesztéseket is támogatni. Olyan szolgáltatások és olyan lehetőségek legyenek biztosítva számukra, mint akár a főváros környékén, vagy bármelyik nagyobb városban, ilyen például a kerékpárút, vagy fitness központok és egyéb olyan létesítmények, amire most már a 21. században odafigyelnek az emberek, és elvárják, hogy ezek a lehetőségek meg legyenek nekik. Jelenleg egy uniós fejlesztési ciklusnak az elején vagyunk. Mi magunk is megyei szempontból meg kell azokat a szempontokat határozzuk, amire oda fogunk figyelni az elkövetkező fejlesztési ciklusban, 6 évben. És elsősorban úgy szeretnénk a fejlesztéseket megtervezni és majd végrehajtani, hogy a helyi igényeknek feleljünk meg. Tehát ne mi Szekszárdról vagy a megye központból találjuk ki, hogy Bátaszéknek vagy egy-egy településnek mi lenne fontos, hanem hadd mondják el ők nekünk, és mi meg azt mérlegeljük, hogy az elképzelés az beleillik a megye összképébe, vagy kilóg belőle, és ezeket a gondolatokat, szempontokat egy kicsit összefésüljük és egyeztessük. Azt gondolom, hogy ha ebben is együtt tudunk dolgozni, akkor egyrészt biztosítani tudjuk Bátaszék és Bátaszék környékén élőknek a megélhetést egy ipari park jól működésével, és biztosítani tudunk kulturális, szórakozási, sportolási programot, esetleg egy térségi kerékpárút hálózat kis csomópontjává tudna válni Bátaszék.